Ha nem fogadják el a város földhasználati programját, akkor óriási területek maradnak megműveletlenül. Hétfőn a gazdaszervezetek képviselői sajtótájékoztatót tartottak a gazdák érdekeinek képviseletében. Hét napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kérik Kensója Máriától, illetve hogy rendelkezzenek a kárpótlásról. Ha a földek nem lesznek megművelve, akkor azok nagyon komoly gondokat fognak okozni. Másik oldal pedig az, hogy gazdasági kiesés lesz azoknak a termelőknek, akik jövőre vennék tulajdonképpen haszonbírbe, vagyis akik vetést tudnának megvalósítani rajta. 2007-ben hozták meg azt a rendeletet, amely alapján földterületeket adhattak használatra bérmentesen az egyházaknak és vallási közösségeknek, amíg végső döntés nem születik a javak visszaadásáról. A mezőgazdasági minisztérium március 31-ig kellett volna jóvá hagynia a város földhasználati programját, legkésőbb június 1-ig meg kellett volna hirdetni az állami földek bérbeadásának árverését, de a tárca megfékezte a bérbeadás folyamatát. A szabadkai VKT múlt csütörtöki ülésének napirendjéről azonban lekerült a téma. A gazdák tiltakozó megmozdulások megszervezését tervezik, ha nem születik döntés az állami földterületekkel kapcsolatban. Egyszerűen az önkormányzati mechanizmus, tehát a döntéshozatali mechanizmus nem működik. Ezeket a dolgokat meg kell sürgetni, a gazdáknak, parasztoknak nincs más lehetőség, tehát valamilyen nyomásgyakorlásnak a kifejtése, és kilátásban van helyezve olyasmi is, hogy most először az önkormányzatot, tehát a döntéshozókat kellene valamilyen szinten, hogy mondjam, emlékeztetni, vagyis, hogy mondjam, utalni arra, hogy keményebb lépéseket is tudunk tenni. Kis Árpád hozzátette, mivel a jogviszonyok nincsenek tisztázva, lehet, hogy a minisztérium október végéig nem tud döntéssel előállni. Így a nyárra 12 000 hektár földterület maradhat parlagon, ami sem a termelők, sem a város érdekeit nem szolgálja.